Jó estét kívánok, kedves nézőink! Saját és sok embertársam egybehangzó véleménye az, hogy senkinek sincsen joga elvenni egy másik ember életét. Sajnos már nem telik el úgy hét hazánkban, hogy valahol legalább egy embert ne ölnének meg. A társadalom által elítélendőek és megvetendőek azok az embernek látszó, de embertelen torzulott lények, akik más emberek életét bármilyen indokkal elveszik. Szerencsére a sorozatgyilkosságok elkövetői többnyire rendőrkézre kerülnek, és az igazságszolgáltatás ítélkezik felettük. A gyilkosok kézrekerítése igen összetett feladat, aminek a végzéséhez komoly felkészültséggel, széles látókörrel, kötél idegzettel és vasfegyelemmel rendelkező csapat, illetve csapatmunka szükséges. Meghívott vendégem Faragó Ottó és Doszpot Péter volt nyomozó, aki többek között több magyar sorozatgyilkosság sikeres felderítésében vett részt. Jó estét kívánok az uraknak, köszöntöm Önt és Doszpot itt a stúdióban. Mindenek előtt, mielőtt rámennénk a sorozatgyilkosságokkal kapcsolatos kérdésekre, szeretném Önt felvezetni, bemutatni a tisztelt televízió nézőknek. Az első kérdésem lenne, hogy ha nem tévedek, Ön a rendőri pályafutás előtt tanári vagy tanítói diplomával is rendelkezett, megszerezte ezt a diplomát is. Igen, de úgy szerezte meg a tanítói diplomát, hogy már rendőrként végeztem el a tanítóképzőt főiskolát, mert célom volt a tanítói diplomával, mert még én annak idején ifjúságvédelmi nyomozó akartam lenni, és akkoriban, amikor ez már jó régen volt, akkor a budapesti rendőrfőkapitányságnak legendás ifjúságvédelmi egysége volt, és ugye már hallottunk róla, meg úgy tudtunk, hogy ezek ilyen fantasztikus dolgokat csinálnak, csak úgy gondoltam, hogy egy tanári vagy egy tanítói diplomával egyszerűbb lesz közéjük bekerülni, úgyhogy ez már úgy célzott volt. Tehát tanítottam egyébként, képesítés nélküli nevelő voltam, napköziben, ha ezt tanításnak lehet nevezni, próbálkoztam vele, de igazából aztán már, amikor rendőr lettem, akkor végeztem el, úgyhogy célzott volt a diploma megszerzése. Mikor döntött el az életében, hogy a rendőri pályát fogja választani? Egyszer még 18 éves voltam, és akkor részese voltam egy ilyen rabló támadásnak, ahol egyik barátomat brutálisan megverték, és hősként nem avatkoztunk közbe, hanem végignéztük, ahogy próbálja megmenteni magát, meg minket. És akkor ez olyan mély traumát idézett elő, hogy több döntést hoztam 18 éves fejjel az életemben, és akkor az egyik az volt, hogy úgy keménynek kéne lenni, és akkor próbálkozunk meg a rendőri pályafutással. A másik pedig az, hogy elkezdtem küzdősportot csinálni, beszélgettünk róla, és ez a kettő, hogy aztán szép lassan találkozott a rendőri pályafutás, meg a küzdősport, és onnantól kezdve a rendőrség volt a létem és az életem. Ugye, hogyha jól tudjuk, akkor a rendőrség is hasonló, mint az orvos. Na most orvos és orvos között is van különbség, mert van, aki belgyógyász, van, aki sebész, stb. Rendőr és rendőr között abban az értelemben óriási különbség vannak, hogy van, aki mondjuk közlekedésére fog menni, van, aki kimegy és igazoltatni fog, van, aki elmegy életellenes osztályra dolgozni. Ön valahol a legkeményebb, az egyik legkeményebb és a legelszomorítóbb pályát választott a rendőri pályán belül is, hogyha mondhatjuk így, hisz a tevékenysége során naponta, vagy legalábbis több kisebb rendszeressége találkozott elhalálozott személyekkel, akiket mások meggyilkoltak. Mi volt az, ami önt abba az irányba vitte, hogy igenis ön gyilkosokat fog felkutatni? Én 1987. április 1-én szereltem fel a rendőrséghez. Ez egy híres nap, de nem azért. Tehát úgy jött ki. Még rendőrigazolványom sem volt. Az első munkanapon, amikor beléptem a Nagykátai, akkor még járás, nem tudom, hogy azóta, de lehet, hogy újra járás, de a Nagykátai járási rendőrkapitányság épületébe, akkor teljesen civilként, de már ugye közel a rendőrséghez beléptem, és akkor hirtelen az első munkanapon összeszedtek minket, egy autóba beültettek, mert Nagykátán történt egy gyilkosság, ahol elkezdtünk igazából nem dolgozni, hanem segíteni a megyei életvédelmi zsaruknak, mert ugye Nagykátán nincsen életvédelem, hanem a Pest megyénél volt, akik jöttek, és aztán oda csapottunk melléjük, és segítettünk adatgyűjtésbe egyéb dolgokba. És hát már az első rendőri napon az élményem olyan volt, hogy Atya Úristen, hát ez tényleg, ez olyan igazi rendőrmunkának tűnik, jönnek, és akkor csak a gyilkossággal foglalkoznak. És akkor eldöntöttem, hogy akkor nekem mindenképpen afelé kell tolódnom. De azért nem volt egyszerű, mert
Sokáig kellett egyébként dolgoznom ahhoz a rendőrségen, több évet, hogy egyáltalán megnézzenek, és azt mondják a gyilkossági zsaruk, hogy oké, közéjük mehetek, és próbálkozhatom ezzel a rendőri szakmával. Egyébként így elmondható, vagy mondható az, hogy egy rendőrségen belül is egy külön elit csapatnak számítanak azok a nyomozók, akik az életellenes bűncselekmények felderítésében vesznek részt? Hát én ezt mindig kommunikáltam és fenntartottam, hogy egy különlegesen vagy egy külön állatfajta a gyilkossági nyomozó, és ez egy annyira összezáró és annyira komolyan együtt dolgozó csapat, amit a munka minősége miatt nem is lehetne másképpen csinálni. Tehát ezek a srácok, ezek ilyen nappal együtt, és hát ugye az én értékítéletem szerint az egyik legsúlyosabb bűncselekmény elkövetőjét próbálják megfogni. Ráadásul ugye, ami még számomra még izgalmasabbá és komolyabbá tette ezt a dolgot, mi ismeretlenes felderítők voltunk, tehát a mi feladatunk volt az, hogy egy ismeretlen gyilkossági ügyben elkövetőt produkáljunk, tehát megtaláljuk a gyilkosság elkövetőjét. Ez pedig, és hangsúlyozom újra, csak az én értékítéletem szerint, nagyon, nagyon izgalmas és nagyon nemes feladat. És hát a pályafutásom és minden egyes rendőri megmozdulásom az azt igazolta és bizonyította, hogy jól választottam akkor, amikor a gyilkossági csoportot választottam, és szerencsém volt, hogy oda kerülhettem. Ha jól tudom, akkor egy igen magas pozíciót is betöltött a munkája során. Igen. A rendőrségen. Milyen pozícióban dolgozott? Hát ugye először nyomozóként dolgoztam, ez kötelező, tehát nem lehet oda kerülni és főnöknek, hanem a ranglétrát azt végig kell járni. Először nyomozó voltam, aztán csoportvezető, és 1996-ban megüresedett a budapesti rendőrfőkapitányság gyilkossági csoportjának, Életvédelmi Osztálynak a vezetői széke, ahova engem kineveztek legfiatalabb akkori rendőrként, de akkor már egy nagyon komoly Pest megyei gyilkossági csoportos múlt volt mögöttem, nagyon sok felderítéssel, és ennek köszönhettem, hogy ugye a rendőrszakmában a legelismertebb és a legkomolyabb Pest megyei gyilkossági zsaruk vezetésével bíztak meg, és hát onnan kezdve aztán minden történt az életemben. Így ennek köszönhetően bármilyen életellenes cselekménye kapcsolatos bűncselekmény felderítését kellett elvégezni, akkor az önhöz került. A sima, egyszerű hétköznapi gyilkosságtól kezdve a különböző... Igen, amennyire ismeretlen elkövető volt, úgy hozzánk tartozott, és ez nem csak gyilkosság, hanem ez életveszélyt okozó és halált okozó testi sértés is. Ezt csak azért emelem ki, mert ezek ugye hozzá tartozik, hogy mivel foglalkozik gyilkossági csoport, nem akarom túl eltolni a szakma irányában, de ezek is hozzánk tartoznak, emberülés kísérlet. Ahol nem volt elkövető, ismeretlen volt, az a mi csoportunkhoz, vagy mi osztályunkhoz tartozott. Sorozó gyilkosságokkal foglalkozik ez a téma most jelen pillanatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta így egy pár mondatban, hogy került ön az életvédelmi osztálynak a vezetőjének az élére, vezetőségnek az élére. A sorozó gyilkosságokkal kapcsolatosan milyen olyan információi vannak önnek, amit meg tudna osztani a televízió nézőkkel, akár eseteket tekintve, illetve mennyien sorozatgyilkosságban vett ön részt, aminek a felderítését végezték? Hát én a helyzetemnél fogva egy nagyon szerencsésnek mondhatom magam, de most hangsúlyozom, hogy ez csak a szakmai szempontból természetesen. Nem emberileg és nem egyébként osztályozzuk ezeket a dolgokat, hanem szakmai szempontból mindig a rendőr létnek és a gyilkossági nyomozó létnek a legnemesebb és a legfontosabb rész, hogy a sorozatgyilkosságban lehet dolgozni. Ez egy másfajta technikát igényel, másfajta gondolkodást igényel, és még sorolhatnám. Tehát számunkra a legnagyobb kihívás és a legizgalmasabb, egyik legizgalmasabb rész a sorozatgyilkos felderítése. Hangsúlyozottan azért, mert hála Isten Magyarországon hosszú évtizedekig, sőt talán mondhatnám, hogy talán máig a klasszikus sorozatgyilkosságok, ahol az elkövetők ugye több embert huzamosabb ideig azonos módszerrel különböző jellegzetességek jelölnek meg, hála Istennek nincs. Nálunk a sorozatgyilkosság igazából azt jelentette, hogy egy elkövető több gyilkosságot is elkövetett, mondjuk azonos fegyverrel, azonos módszerrel. Hála Istennek a klasszikus értelmes sorozatgyilkosság hiányzik. Nekem megadatott nyomozóként is, hogy részt vehettem és nyomozhattam, és rendőri vezetőként is irányíthattam sorozatgyilkosságok elleni nyomozást, vagy sorozatgyilkosok elleni nyomozást, hogy ez pontosan mennyi, 5-6, ez körülbelül ilyen lehet, de hát ez egy jelentős szám ahhoz viszonyítva, mennyi Magyarországon történt. Otto, mennyi sorozatgyilkossággal kell számolnunk 1900-tól 2012-ig? Hát összesen 40-nel.
Amit a Péter elmondott az előbb, hogy igazán klasszikus sorozatgyilkosunk nincs, én ezzel azért vitatkoznék, mert például a százhalombattai sorozatgyilkos az tekinthető ilyennek. Ez így van, tehát ez tökéletesen igazad van, akkor egy kicsit helyesbítek, nem sok van, tehát ahhoz viszonyítva, csak elnézést, hogy közbe vágok, de mondjuk nézzünk egy Amerikát, ahol olyan egység van direkt, ahol több száz ilyen gyilkossági ügyel foglalkoznak. És ugye ezek a felderítők, ezek utalatos felderítők, ezek a profilalkotó szakemberek, ezek a sok gyilkosságokból szedik össze és alakítják ki azt a tudást, amit alkalmaznak. A világban bárhol, ahol felkérik a segítségüket. Ehhez képest is ahhoz viszonyítva Magyarországon nyilván ki lehet emelni egy-kettőt, de azért nem ismert az ilyen klasszikus sorozatgyilkosságoknak a fogalma. Mi az igazi klasszikus sorozatgyilkosságnak a definíciója? Ezt hogy tudnánk meghatározni? Hát az én nézetem szerint mindenféleképpen az, ha valaki olyan szándékkal őr sorozatosan ember, tehát egymás után és különböző időpontokban, hogy az neki nemi kielégülést okozzon. Tehát gyakorlatilag a klasszikus sorozatgyilkosok ilyenek, akik azért ölnek, mert nekik ez kielégülést okoz. De lehet, hogy van ennek egy másik definíciója is, én azt nem tudom. Mindenképpen, hát ha ez jó szó, hogy klasszikus, ezt nem tudom, hogy jó szó, ez most, tehát ez jutott eszembe. Igazából úgy lehetne definiálni, hogy felkészülve sorozatosan mondjuk azonos típusú embereket, csak nőket, azok közül is a szőkéket, és egy bizonyos módszerrel, ami csak rá val, és egy bizonyos otthagyott elkövetési alakzatban, vagy nem tudom, hogy mi a jó szó rá, igazából nem készültem rá, ez csak, hogy beszélgetünk, tehát mit tudom, én levágom csak a kis ujját, és azt magammal viszem, vagy éppen valamit elhelyezek a holttesten. Tehát azt gondolom, hogy ilyenekben nekünk, hála Istennek, nem sok volt. De ez azért veszélyes, hogyha van, mert nagyon nehéz a felderítése, és ugye külföldi példák erre vannak, ahol 10-20 évig kerestek, mondjuk csak prostituáltakat ölt, és a Oroszországban mondja, volt Szovjetunió területén nemrég fogták el. Tehát 40-50 évig is, és lehet több száz, vagy esetleg több tíz áldozat. Tehát igazából, hála Istennek, ilyenből kimaradtunk. Aztán lehet, hogy van, csak nem tudunk róla, mert a sok eltűntek között előfordulhat, de igazából olyan klasszikusban nem tudom, de valószínű, hogy ezeket lehetne ilyen pontonként lerakni, hogy ha lehet klasszikusnak, mint az mit jelent. A sorozatgyilkosságokat elkövetők viselkedésében, gondolkodásában, intelligenciájában vannak-e különbségek a nem sorozatgyilkosságokat elkövetők személyekkel szemben? Mi a tapasztalat egyébként, hogy ők másképp gondolkodnak, másképp élik az életüket, vagy egyszerűen ugyanúgy a kategóriába sorolható, mert ugye hétköznapi szemmel nézve a gyilkos, az gyilkos. Igen, azonosság mindenképpen van, mert aki egy embertől, vagy aki több embertől, mindenképpen fedni akarja a gyilkosságot, tehát a bűncselekmény elkövetése után, előtt teljesen normális közegben mozog és él. A sorozatgyilkosnál azért nehezebb a dolog, mert több gyilkosság közben is és után is abszolút hétköznapi életet tud élni, úgyhogy valamilyen szinten ő ezt saját magával elrendezi, hogy miért öl. Ez lehet aztán felső utasítás, vagy egy belső kényszer, egy elmebaj, ami nem orvosilag elmebaj, hanem egyébként, amit ugye nehéz definiálni, de mindenképpen hétköznapi életet él, tehát a napi teendőjében, a napi mozgásában nagyon nehéz tetten érni, és azt mondani, hogy te biztos gyilkos vagy. Volt a könyvemben, illetve van a könyvemben egy eset, ha már ennél a témánál tartunk, és ez a bolti sorozatgyilkos esete. Számodra is egy kihívás volt ez? Hát ez egy nagyon komoly kihívás volt, ráadásul azt az előbb nem mondtam el, hogy ugye ez, igazából a gyilkossági csoportnál
képzett rendőrök dolgoznak, ráadásul nem csak iskolai a képzett rendőrök, hanem gyakorlatilag képzett rendőrök, tehát ez nem olyan, hogy utcáról felveszünk valakit és lehet dolgozni, és ezek a srácok, akik ott dolgoznak, vezetőstől, ezek megtanultak valamit a főiskolán, és az életben is csináltak valamit, mondjuk rablógyilkosságokat és lesz egyéb ilyen egyszerű gyilkosságoknak a nyomozását megtanulták, és ezt nagyon jól is csinálták, vagy csináltuk, hogyha így lehet. Aztán jön egy sorozatgyilkosság, ahol ezek nem működnek, ahol egy csomó olyan dologgal kell szembesülnünk, ami riasztó számunkra, és ez például ugye a sorozatos elkövetés, tehát a folyamatos sorozatos emberölés. Tehát igazából ez egy nagyon-nagyon furi dolog, ráadásul a helyszínek azok ezeknél az ügyeknél nagyon nyomszegények, mert arra viszont figyel a gyilkos, mert nyilván próbálja az egészet fedni. Tehát nagyon nyomszegény helyszínből, amikor 2-3 van, akkor az már egészen riasztóan hat, mert akkor kell olyan módszereket megtalálni és kitalálni, amiket eddig mi nem tudtunk. Tehát mit tudom én, profilalkotó szakembereket hívni, pszichológusokkal beszélgetni, sorolhatnám. De tovább megyek, a helyszíni nyomoknak az értékelése is teljesen másfajta módszert, sokkal kifinomultabb, sokkal előremutatóbb módszereket igényel, mint mondjuk egy akkor megszokott általános, hogyha lehet ilyen hülye szót használni rá, gyilkosságnál. Tehát ugye ez egy nagyon érdekesen működő dolog. És hát ugye ezen más összefogni, sok ember kell hozzá, folyamatosan kell, állandóan kell foglalkozni vele, és akkor sorolhatnám, mint mit tudom, egy rablógyilkosnál lehet, hogy van egy forró nyomon üldözéses időszak, amikor nagyon sok információt össze lehet szedni. De itt nem. Itt sok idő eltelik, itt értékelni kell, itt irányítani kell, itt minden napra jut valami olyasmi, amit meg kell csinálni. És mi volt az a döntő momentum, amivel megtaláltátok? Érdekes dolog, hogy profilalkotó szakembereket vontunk be a nyomozásba, egyébként itt voltak az FBI-tól 4-en, ami akkor azért, ugye gondoljunk bele, hogy 10 évvel ezelőtt volt, tehát más volt minden a rendőrségnél is, tehát profilalkotó szakemberek érkeztek, és a magyar profilalkotó szakemberekkel együtt csináltak egy olyan képet, ami kicsit leszűkítette a nyomozást és a keresendő személyeket. Mellette pedig történt egy nagyon komoly gyilkosság Magyarországon, ez a Fenyő Jánosnak a meggyilkolása, ahol feltűnt egy személy, aki rendőrségi besúgóként bejelentkezett. És ugye ezt csak azért emeltem ki, mert a profilalkotás során a profilalkotó szakemberek kiemelték, hogy tudom, 30 év körül fehér férfi, és akkor sorolhatnám, de nagy valószínűséggel keresni fogja a kapcsolatot a rendőrséggel, részt akar venni a rendőrség munkájába, idézőjelbe felügyelni akarja, kontaktust akar a rendőrökkel, akik a nyomozásban részt vesznek. Tehát ezen sokat gondolkodik az ember, hogy ezt mondja, hogy az Istenbe tudja megcsinálni, hát azért zárt világ a rendőrség világa, nem lehet csak úgy bekopogni, hogy bocs, de szeretnék itt most ott hallgatózni, meg odafigyelni, meg stb., hogy most mit történik a nyomozásba, de igazából a Bolti sorozatgyilkos megoldotta ezt a problémát, bejelentkezett, mint a Fenyőügy egyik megoldója, és heteket bent töltött a rendőrségen, albumokat nézegetett, információkat adott, és sorolhatnám. És ugye fura volt az ő szerepe, és hát azt is mondhatnám, hogy egy kicsit ő magát dobta fel a rendőrségnél, mert amikor egyre többet volt bent, és beszélgettünk vele, egyre furcsább lett a dolog, és elkezdtünk utána nézni az ő előéletének, és szép lassan ugye elkezdett kivilágosodni a kép, hogy Atya Úristen, valószínű a Bolti sorozatgyilkos. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes, nagyon izgalmas szituáció volt. A profilalkotók hogy tudják meghatározni, hogy körülbelül ilyen és ilyen életőt kell keresni? Pedig nincs nyoma, hogy elmondja, nincsenek nyomok? Nagyon kevés nyom van. Nyilván alapvető nyomok vannak, csak sok egy picit hadd szakmázzak, jó? Tudom én, történt egy gyilkossága, a bolti sorozat, az évű bolti sorozatgyilkosnak, meg kis boltokban, ahol egy vagy maximum 2 darab eladó volt, ott követte el a gyilkosságokat anyagi haszonszerzés miatt. De képzeljük el, amikor Rákóczi úton volt egy egyszemélyes bolt, ahol nem tudom, sportszereket árultak, egy eladó volt. A gyilkosnak a mozgása marha érdekes, bemegy, ugye itt van az eladópult, itt van a gép, bemegy, sakban tartja az eladót,
kinyitatja vele a gépet, kiveszi belőle a pénzt, nem jól oda, átveszi az eladótól, és miután végzett, fejbe lövi. Nincs kutatás, csak a pénzt viszi el, ugyanazon az útvonalon ki is jön. Na most ez egy rendőrség számára a halál. Tehát kimegyünk a helyszínre, vagy, és érkezik a szemlebizottság, és szétszedik a boltot, ilyenkor aztán tényleg órákig tart, napokig tart egy helyszínelés, de nem találnak semmi nyomat. Ráadásul sokan mozognak előtte. Most kitalálni, nagyon praktikus a mozgás, egy egyenes vonalon mozog. És az összes boltnál így volt egyébként. Egy helyen nem ez történt, ahol két eladót ölt meg, egy helyre terelte az eladókat, tehát ugyanabban azt, ugyanúgy képzeljük el, bolt, pult, pénztárgép, egymás mellett tereli, de addig, amíg egyik szerencsétlen áldozatot lelövi, a másik kimenekül a pult mögül, és elbújik egy ottani ilyen kis WC helységben. Azért volt szerencsétlen a helyzet, mert a WC helységnek az ajtaja, az fölül ablak volt. Tehát, hogy bekuporodott szegény eladó a WC csésze mellé, a bolti sorozatgyilkos az ablakon keresztül lövi le. Tehát belát és látja, hogy ott kuporodik, nem tudja kinyitni az ajtót, mert befele nyílik, az nem tudja, de így lelövi, hogy ne legyen tanú. Nyilván ez volt a lényeg. Ezt csak azért emeltem ki, mert itt követett el egy marha nagy hibát, hála Istennek, nem vette figyelemben, amit mi, vagy én okos kollégáim rájöttek, hogy az ablakszilánk, amikor sérül, vagy belelőnek, akkor ezer apró, szemmel nem látható mikro kis dolgokat szétlő, nem mosható ki például a Jackie-ből. És hála Istennek, amikor elfogtuk, akkor megtaláltuk a Jackie-jét, és Pécsen az egyetemnek van egy nagyon érdekes szerkezete, amelyik tudja azonosítani, és be tudta azonosítani, hogy ezek a szemmel nem látható apró üvegszilánkok, amik a Jackie-be benne maradtak, ezek azonosak azzal az üveggel, amit ott rögzítettünk a helyszínen, tehát a Jackie viselője ott volt a helyszínen, és valamilyen szinten ugye összetörte az üveget. Tehát ilyen... 20 másodpercet maradt. Bocsánat. 20 másodpercet maradt. Mi az, amit ön átélt, mint ember, amikor egy ilyen sorozatgyilkos vagy gyilkost el tudott fogni? Emberileg mi volt önben? Hát a hurrá hangulat. Tehát hosszú hónapok, éjjel-nappal folyamatos munkája. Doszpotor, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt ültni is. Visszaveszem most önöktől a szót. Jövő héten innen fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm önöknek, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza. A műsort a Max Taxi támogatta. Télen-nyáron mindig jó áron. Max Taxi.